A hivatal munkatársai részéről három előadás hangzott el, amelyek érintették az aktuális törvényváltoztatásokat. Felhívták a figyelmet a városfejlesztési terv új elemeire is. Ennek egyik része az új lakónegyedi utak esetében a 12 méteres közlekedési korridor betartása. Informáljuk a tervezőket arról, hogy mik az aktuális elvárások a tervdokumentáció tartalmával kapcsolatban. Utóbbi időben történtek változások, főleg a kataszteri törvényben. Fölhívtuk a figyelmet a tervdokumentációkban észlelt hiányosságokra. A szakma képviselői pozitívan fogadták a város részéről kezdeményezett találkozót, hiszen sok olyan információ is elhangzik ilyenkor, ami esetleg elkerülhetné a figyelmüket. Jó ötletnek tartom a város részéről, hogy ilyen szakmai fórumot hívott össze, ugyanis sok esetben a beruházók és a hivatal között építészek, tervezők vagyunk egy bizonyos kapocs. Figyelmeztetve lettünk egy-két változásra, föl lettünk világosítva, hogy kell a törvényeket valójában értelmezni. Dunaszerdahely városa november végén hozta nyilvánosságra a város területrendezési tervének 2019-es változtatásainak és módosításainak előkészületi munkáit, amelyhez az év végéig a lakosok is hozzászólhatnak javaslataikkal.